ezt kérdeztem. Elsősorban nem szabad kutyán, kommunikáltuk egymással, hanem a csakrák energiáján keresztül. Például a köldökcsakrád alul működik, az olyan, mintha egy céltábla lenne felfestve rá. A környezeted megérzi, hogy támadható vagy, és megpróbál elnyomás alatt tartani. Ezt te úgy éled meg, hogy a sorsod áldozat szerepbe kényszerít. A világban azonban olyan nagymértékű szeretet működik, hogy még ez is a te érdekedben történik. Minden zsarnok téged szolgál, mert pont addig hatalmaskodik rajtad, amíg rá nem találsz a saját erődre. Életutad beavatási út. Tudatosságod mértéke szabja meg, hogy a szellemi alapszabályok betartásával jársz rajta, vagy csak sodródva elszenveded, ami a külvilágból rád hullik. És ez a tudatosság mitől ébred fel, kérdeztem. Attól, hogy részt veszel a játékban, mosolygott rá. Attól, hogy végigjárod azt az utat, ami a transzcendenstől az ösztönökön át a felemelkedéshez vezet. Azért, hogy mindannyiunk közös fényforrásából indulva, a legmélyebb sötétséget is megjárva, felébredjen a szívedben a saját fényed. A könyv nagyon nehéz, és én azt érzem, hogy nem is elég igazából egyszer olvasni, hanem, sőt még többször sem, szinte végtelen. Szer is elolvashatja az ember, mert mindig olyan, mintha valami újat mondana számára, amit addig nem vett észre, hogy ott van. És ez a beszélgetés is ilyen. Fontos leszögezni azt, hogy én nem azt vizsgáltam, hogy ez igaz-e vagy sem, hanem azt, hogy számomra, én bennem, mit váltott ki. Mint egy megfigyelő, figyeltem ezt és vettem észre, hogy nagyon sokat segít a mai napig. A leges-leges legelején, amikor arról beszél Póter, hogy tulajdonképpen hogyan kommunikálunk, és hogy elsősorban nem szavakutyán kommunikálunk egymással, mi emberek. Sugallja számomra, hogy milyen mértékben vagyunk összekötve. Elmondja tulajdonképpen azt, hogy sokkal többről van itt szó, mint ahogy mi jelenleg érzékeljük a világot, és ahogy élünk benne. Olyan az, mintha csak egy picit vennénk, vagy látnánk észre abból, hogy valójában milyen nagy hatással vagyunk egymásra. Nem csak családon belül, hanem munkahelyen, vagy az utcán járva, a világ másik pontján is. Az események, a gondolkodásunk, a viselkedésünk hogyan határozza meg a környezetet. Nem csak a belső, hanem a külső világunkat is, amiben élünk, és ahogy mi magunkban is élünk bent, legbelül. Én úgy gondolom, hogy ez nagy felelősséggel is jár, és egy nagy lehetőséggel is, mert pont ezen keresztül lehetséges ez a felemelkedés, amiről beszélt Póter is. És az, amikor beszél arról, hogy olyan nagymértékű szeretet működik a világban, hogy valójában még a zsarnok is téged szolgál. Mutatja azt, hogy semmi okunk nincs az aggodalomra, hogy picit most nehéz itt a Földön a helyzet, és már nagyon régóta nehéz. Nagyon sok szenvedés volt már ezen a bolygón, erről van a mély is beszél, és igazából eljött már az ideje annak, hogy ez a lehető leghamarabb és a lehető leggyorsabban csökkenjen is. Ebben nekünk embereknek nagyon nagy felelősségünk van, és munkánk is. Én azt érzem, hogy ha azt a sort olvasom, hogy tulajdonképpen a tudatosságunk mértéke szabja meg, hogy elszenvedjük, vagy sodródunk, vagy pedig végigjárjuk a szellemi alapszabályok betartásával ezt az utat. És igazából ez az, amikor az ember belső hangjára hallgat. Én úgy érzem, úgy gondolom. És a gyakorlás ebben segít nagyon sokat, hogy önmagunkra is találjunk. Ez megnyugtató, mert számomra már lehetőség van az egyén igazi virágzásának. Amikor az ember érzi jól magát a bőrében. Nagyon jól érzi magát, és ezzel igazából senkinek sem árt. Szerintem ez a leggyönyörűbb, amit csak megtörténhet valakivel. És még közben élvezi is az életét, ez a legnagyszerűbb ajándék is, amit el tudod fogadni az Istentől. És ilyenkor mély hála tud költözni az ember szívében. És bennem pedig azt a hálát, amikor azt olvasom Pótartól, hogy ez egy játék. Hogy igazából a tudatosságunk akkor növekszik meg,
vagy akkor emelkedik, amikor részt veszünk ebben a játékban, nem pedig elodázzuk azt. Beszél arról, hogy tulajdonképpen hogyan a transzcendenstől az ösztönökön át a felemelkedéshez vezető útról, amit mindannyian végigjárunk. Én úgy gondolom, hogy a játék az nagyon valóságos, és ahogy a bőrünkön tapasztaljuk, azok, akik szenvednek, vagy bárki, aki él itt ezen a földön, bármilyen létformában vagy formában és élethelyzetben, érzi, hogy nagyon-nagyon is valóságos is ez a játék. Nyilván ettől lehet annyira hihető is, hogy ez van. De ez a könyv számomra megmutatja azt, hogy van más is emögött. És ezt úgy érzem, hogy táplálnom szükséges, mert ez ad erőt a munkámhoz is, és ahhoz is, hogy fel tudjon emelkedni a Föld és az emberiség is. Ezben a könyv és ez a módszer nekem nagyon sokat segít. És a mai napig nagyon nagy hatással van rám, mert úgy érzem, hogy kézben vagyunk tartva. És akármekkora hülyeséget is csinálunk, mindannyian hazajutunk fénybe. Még itt a Földön, és óriási lehetőség van a kezünkben, hogy egy sokkal jobb világot teremtsünk. És ehhez megadnak mindent az égiek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. További jó gyakorlást, és még több gyakorlást kívánok nektek. Sziasztok!